Na, szép jó napot kívánok mindenkinek! Miért nincs kép? Miért nincs kép? Kéne, hogy legyen kép. Nincs kép. Miért eltűnt a kép? Jó, mindegy, mindjárt megoldjuk, don't fos. Kicsit para. Ott van, meg. Jó, oké, látszik. Na szóval, csúsztam, mert dolgom volt, de itt vagyok. Egy olyan 2 órát tudunk szöszölni. Azért választottam ezt a címet, mert ugye ezzel szeretünk szenvedni. Rohadt sok meló van még mindig vele. Melyik volt ennek a... Ez volt az. Úgyhogy kicsit próbálkozunk valamit okozni. Aztán majd meglátjuk. Igazából most nem nyúlok egyelőre hozzá, mert nem emlékszem rá pontosan, hogy hol hagytuk abba. Azon kívül, hogy itt csináltam egy komplet új generációs lófaszkát, de nem tudjuk használni. Úgyhogy igen, itt majd komoly, komoly építészeti problémákba fogunk kerülni. Egyelőre csináljuk így, ahogy van. Aztán majd meglátjuk, hogy akar-e működni, vagy nem. Nem kaptam választ a, egyébként semmilyen formában sem a fejlesztőktől, úgyhogy ilyen szempontból nem történt semmi. Jó, valami hang azért csak van. Mondjuk igen. Igen, szánalmasan semmilyen. Ja, tudom már, hogy miért. Bazzeg. Most jöttem rá. Hát ez alatt szokott nekünk szólni zene. Nem az kell, ez kell. Mondjuk ez itt most pörög, mint az állat. Lassítsuk le egy kicsit. Ma most mondjuk már van hang. Egyre furább ez nekem. Ez egy reklám, nyugi. Így. Na, most már zenénk is van, úgyhogy most már mehet a buli. Így. De hogy valami írd... Jézusom! Jó, ez hangos volt. Ez működött. Közben itt volt valami krak, már most láttam. Szia Vándor, üdvözöllek. No facility. Már megint problémázik a játék. Nagyon jó, nagyon jó. Kedvencünk, ahogy szeretjük. Na várjál. Elszállt a hangkeverő szerintem. Vagy eddig is ilyen halk volt mindig? Ma, most jó, jobbnak tűnik. Ja, most már jobbnak tűnik. Egyszerűen nem jönnek a gépek. Mi az, hogy no facility? Hát, jó kezdődik, maradjunk annyiba, érdekes. Én mindig nem lenne elég leszálló pályám. A világ összes leszálló pályáját megépítettük egyébként. Szar irányban van, de átteheted az oszlopot a fizetősbe és a lurkot az ingyenesbe. Micsoda át? Ja, már értem. Nem, jó ez így. A figurások maradnak egyelőre a zónába. Bár be tudnám rakni az oszlopot is a... Mármint nem, az oszlopot be tudnám rakni fizetősbe, van egy plusz helyünk. De a fordítva nem. Sajnos. Mármint, hogy nem tudom. Ha lehetne, akkor lehet, hogy megtenném. Bár akkor még semmi értelme nem lenne az ének. Na mindegy. Na jó, van annyi... Bassza, meg annyi radar állomásunk, az még mindig nem működik a rendszer. Egy nap talán lehetséges, hogy megéljük, hogy ez a játék működni fog. De addig, addig szenvedünk. Most az a cél, hogy elérjünk egy olyan 5-6 kilót, így pénzben, nem tudom mennyi idő alatt lesz meg, majd mindjárt az első nap után megmondom én nektek. Mert azt tudom, hogy a laborokat, azokat lebutítottuk, mint az állat. Hú, csak mocskos módon. Ugyanis hozzá kellett piszkálni ugye itt a izéhez. Na melyik? Természetesen megint nem indultak meg a buszok. Kipakolnak, bepakolnak, utas meg sehol. Ez még mindig nagyon elkeserítő. Úgyhogy mindenképpen átépítésre szorul a rendszer. Pedig mennyi utas van, te jó Isten, tényleg nem is néztük mostanában, hogy... Még egy, köszönöm.
Ez melyik? Semmi nem akar működni, ahogyan az szokott. Már megszoktuk. Csak a buszokkal van a baj egyébként, semmi mással. Csak ugye az a baj, hogy már nem tudok építeni régi faj. Ezt most azt sem tudom, hogy mi volt. Megőrülök. Ez mindig ugyanolyan kellemetlen, mint volt. Nem baj. Ne próbálok kifarmolni még egy kis pénzt, megnézzük, hogy egy nap alatt mennyit lehet. Aztán itt elkezdjük átépíteni szerintem a rendszert. Mert azon gondolkodok, hogy az nem létezik, hogy olyan pályára berendeljem a gépet, ami nem tudjuk kiszolgálni. No facility. Ez hogy nincs fel, tehát hogy nincs, ezt nem is értem. Ezt egyáltalán nem is tudom értelmezni. Mert elméletileg, hogy az ördögbe tudnám már fogadni, hogyha egyébként nincs hely? Ezt magyarál, ez sokkozza össze valaki. Most az lesz itt a teóriám, hogy ide építünk ugye egy ilyen rohadt hosszú hangár, vagy hát ilyen hangárszerű izét. És akkor oda újjáépítünk mindent. Reményeim szerint legalábbis. Aztán majd meglátjuk, hogy ennek lesz-e értelme vagy nem. Remélhetőleg lesz. No facility. De hogy... Nem lehetséges, könyörgök. Tarthatatlan állapotban vagyunk, esküszöm. Borzasztó. Még mindig katasztrófa. Hopp, max plane limit, az baj. Mondjuk akkor hogy akarok ennél többet fogadni, hogyha már most maxon van a rendszer? Pedig jó lenne ezt a részt kihasználni, azért ez mondjuk baba lenne. Főleg, hogy ide már vettünk egy csomó járművet, amit nem tudok átirányítani, szóval... fura. Lehet, hogy az lesz, hogy lelőjük a laborokat tökig. Hogy beállítsuk a rendszert, és akkor utána talán már... Hagyjál már! Nem tudom ezzel mennyit bukunk egyébként. Olyan nagyon veszélyesen sokat nem, mint hogyha egyáltalán nem tudnám fogadni. No facility. Ez megint nem kapott boost. Így. Pörög azért itt a zseton, csak... ja. Kényelmetlen. Kényelmetlen az az egész olyan szempontból, hogy nem nagyon akar összeállni. De igyekszem, erőködünk rajta egy kicsit. Holnapi nappal kapcsolatban még nem vagyok egészen tisztában azzal, hogy lesz-e időnk bármire is. Én egyfelől annak örültem volna, hogyha most ugye kétféle lehetőség van. Délelőtt elmegyek fát pakolni, és délután rá fogok érni, vagy pedig nem jön meg délelőtt a fa, hazajövök, elkezdek valamit csinálni, és megjön közben a fa, és akkor így... Tehát most vagy nem tudok délelőtt nekiállni semminek, mert nem tiszta, hogy mikor fog megérkezni a fa, vagy pedig... ennek nem lesz helye, ez már biztos. Úgyhogy ez egy kicsit így csúszó a holnapi nap, de azért nincs is beállítva rá egyébként semmi, hogyha aki figyelte. Melyik volt dismissed? Nem látom. Esküszöm, a izékből élünk. Viccen kívül a plusz járatokból élünk, pedig nem azokból kéne. Ezek is itt izé nézelődnek, baszakodnak. És ezt meg befejezik, ez érdekes. Lehet, hogy jobban szét kellene szedni az egészet, és akkor az úgy sokat segítene. Mondjuk, ha egy ilyen kapura... Upkeep $10, lófasz. Ha egy ilyen kapura csak kettő buszt raknánk be, akkor lehet, hogy úgy még működne.
Ki kell próbálni, mert most mennyit fizetünk még üzemanyagra? 70-et, azt hiszem. Mert ha 70-et fizetünk az üzemanyagra, akkor, akkor 30 ezer a napi bevételünk. Ide meg egy ilyen rohadt nagy szart kéne építeni, hogy ez működőképes legyen. Jó, majd sűrűn elmentegetjük, hogy valami oka legyen a dolognak arra, hogy ez működjön. Ennek ebbe itt nem kéne feltétlenül belenyúlni már a rendszerbe. Csak annyi, hogy le kell dózerolni ugye én ezt az épületet. Ami egyfelől rohadt nagy költség, másfelől meg... Vagy csak reggel jön üzemanyag. Reggel jön 70 ezer ér. Az mondjuk elég húzós. A faszt 140 ezer ér jön 56. Annyit mindenképp meg kell tartani zsetonba. Tehát egy 100 ezer alá nem mehetünk itt az építkezéssel. ...55 volt most a profit. Mindegy, tolunk rá egy mentést, megnézzük, hogy... ...van-e esélyünk átépíteni, és gyorsan megpróbáljuk megcsinálni. Mármint úgy gyorsan, hogy értelmesen gyorsan. Ugye az lenne a tök jó, hogyha ezeket az épületeket ugye el tudnám helyezni máshová, de nem tudom, mert ide ha húzok egy falat... ...too short distancer... Mi? Milyen too short? Current floor. Press. Mi? Hogy nyomjak zárójelet, hogyha nincsen rá gomb? Alt to prevent snapping and click and drag on wall to add the corner. Nem, azt én nem akarok. Csak ha ide húzok még egyet, nem engedi megépíteni. 57 ezer csak egy ekkora? Íbaz, na mindegy. Jó, veszünk egy nagy levegőt. Terminál épületet már nem is enged, más miatt. Ezt csúnyán ráfáztam ezzel a dologgal, én már látom. Hát amennyi időt belefetszöltünk, annál hamarabb szétszedtük. Hát most úgy kéne megcsinálni, hogy a jelenlegi rendszert biztosan tudja. Tehát el tudja vinni azt, amit egyelőre csináltunk vele. Igen, így. A saroktól 1, 2, 3, 4, 5-re. Ez 10 ezer, bazzeg. Nekünk kell-e egyáltalán ilyen széles, az a kérdés. Mert igazából, hogyha a kapuk tök közel vannak egymáshoz, azt én nem teli bele szarom. Tehát így igazából az nekünk nem olyan jelentős. Legyen egy ilyen 68 ezres. Mert akkor itt kell ide majd egy főbejárat is. Entrance. Hát tök jó lenne, ha ezt is lehetne rácshoz kötni, de hát természetesen. Miért lehetne? Mondjuk így egy entrance. Gate. Egyet oda. Egyelőre még nem veszélyes. Azok most ott összekötötték az útvonalat, vagy nem, azt még nem tudom, ezt majd megnézzük. Ide erre az oldalra már eleve tudunk rakni egyet. Kettőt, sőt, tudod mit, legyen három. Na itt biztos, hogy totál kár lesz a rendszer. Ez már így egy kapuval több, mint amennyink volt. Nincs egyébként az egész középen, de most... engedjük el, jó srácok, engedjük el, nem akarok ezen most itt izé agonizálni. Így, és hogyha én ezt itt be akarom kötni, akkor roppant igénytelen ide be lehet.
Vagy nem baszakodunk, nem vagyunk hülyék. Így. Ha. Fogjuk rá, hogy nem is olyan nagyon csúnya. 1, 2, 3, 4, 5 kapu. A másik oldalon... Ja, de nincs luggage. Ajja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 jj
Másik irányból is 7000 lesz. Ó, nem is olyan veszélyes ennek a konstrukciós variálása. Most van az, hogy nem tudom mennyit húztam ki a másik oldalon. Illetve... De, már tudom. Befele nem... Most csak szopatsz, ugye? De. Visszafele meg nulla, vissza nem ad már pénzt, érted? A kurva életben, mindegy, bocsánat. Úgy kéne, hogy az a négy kapu, akkor az dolgozzon továbbra is a izé oldalra. Tehát ide teszünk... Így. Így. Hú, bazd meg azért, ez terminálnak terminál, nem rossz. Várjál. Igen. Egyébként nem is kellett volna ilyen széles, de most már ott rohad meg. Meg, hát igazából nem raktuk középre. Lehetett volna középre is rakni. Mindegy, maximum majd átépítjük. De egyelőre szerintem ez itt most így jónak tűnik, mert sok mindent be fogok ide rakni. Hát nem hagyjuk szabadon ezt az egészet. Á, ezt elkezdjük szépen használni. Muszáj lesz. Ez miért így, hogy nincs bekötve? No connection with departure. Persze, mert le záróltam ezt a szart. Ezeket itt bezárhatnánk. Isten igazából. Az a helyzet, hogy mindegyikbe kéne ugye négy busz. Jó, azért mondom, hogy most megpróbáljuk úgy felállítani a rendszert, hogy legalább az működjön, ami eddig működött. Sokba fáj nagyon. Aztán, hogyha ez így stabilan működik, igaz, hogy rohadt messzire ki kell jönni a izével. De ha ez így stabilan tudna működni, esetleg, véletlenül talán, akkor az lehetőséget biztosítana arra. Tökéletes. Ennél szebben nem is kell megoldani. Márint, hogy... De! Tök jó lenne, ha ennél szebben is meg tudnám oldani, de pillanatnyilag az anyájad... Ne, oda egyenesre hú... Ott, az hogy az ördögben van az, hogy az ott... Ja, az se lett egészen egyenes. Mi van ezzel a játékkal? Eddig ilyet nem nagyon akart csinálni. Hát az ott igényesen néz ki, maradjunk annyiba. Mindegy. Csak működjön, srácok, már semmi nem fogok fennakadni. 1, 2, 3, 4, vagy a fasz tudja mennyi kell. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. És 1, 2, 3, 4. Na! Most újak a buszok, új a pálya, minden új. Minden is új. Ezeket egyelőre ide... Hát bezárogatjuk, mert most ide nem fogok még buszt venni. Szerintem így hirtelennyébe. Bár egyesével ki lehetne nyitni ezért a dolgot. De hát ha addig nem fogyasztam, addig záró van. Ez olyan lesz, srácok, mint az új Berlin reptér, hogy megépítjük, de ilyen 10 évig nem tudjuk használni, mert probléma van a tervekkel, meg az engedélyekkel. Mert amúgy minden rendben, csak semmi nincs igazán rendben. Na, itt azt fogjuk csinálni, hogy... Én itt most már nem baszakodok a falakkal, meg ilyenek. Ide tesszük közvetlenül a kapukhoz a... A becsekkolókat. Igényesen. Várjál, legyen szimmetrikás.
Mert hogy ez így pont odafér, és milyen rohadt szép. És ide középre meg rakunk be. Hát szerintem egyelőre rakunk be ide kettőt. Hát ha ide fér. Mert azt nem néztem, hogy szembe oldalról hogyan fog kijönni, de mindegy. Amit még ide mindenképpen be kell szögelni. És jó, hát nem tudom most ez hogyan fog kinézni, de egyelőre úgy, hogy... Mondjuk így. Reptér lobog a szélben, a szélzsák, azaz. Köszi. Jó, erre kár, hogy nincsen izé. Sound alert. Ezt pedig úgy kell ide bekössük egyelőre, hogy igényesen körbe. Amúgy szia Norbi. Szabin vagy még mindig, vagy csak ráérsz? Ja, ez az út se lett egyébként egyenes, ha megnézitek, mert egy kockányi csal, rohadjon meg, bazeg. Fúj, hogy néz ez ki? Hogy néz ez ki? Nem, mintha az a csücsök jobb lenne, de ez fúj. Na, ide veszünk az összes autót. Á, vehetünk most már újat is, végülis nem kerül olyan sokkal többe. Csak a fenntartása. Így becsukom így a szemem. Úristen, de sokba került! Jó, mindegy, nem baj. És akkor ezt gyakorlatilag bekötjük ide az összeshez. Így egyelőre. Hát, igazándiból szétbarmoltuk ott a túloldalt, de ha minden igaz, akkor ennek most egy darabig elégnek kell lennie, mert én úgy számoltam, hogy ezt tudjuk nyújtani. Hát mondjuk bazd meg a másik irányba, pont nem. Mert ott vannak a kurva épületek. De azokat el tudom onnan pakolni, azokkal nincsen baj. Tehát tudjuk nyújtani lényegében mind a két irányba, vagy akár hosszan végig. Tehát annyi kaput pakolunk rá, amennyit nem szégyelünk. Maximum rohadtul nem lesz szép, de... De ha működik, akkor igazából én már rohadt elégedett lennék vele. Annyit csinálunk még itt, hogy... Hát ezt... Kicsit kitakarítjuk ezt a részt itt, mert hogy néz már ki. Nem azt akartam kitörölni, te param. Mondjuk azt is kitörölhetjük, minek oda annyi út. Aztán... Igazából... Nem, vissza, menj a helyedre! Így... Ezeket átrakjuk akkor ide, mert... Akkor ma lehetnek akár közelebb is, nem? Akár... Így. Csak ne felejtsük el megnyitni őket. Így, okosba. Arról igazából lényegesen nem volt szükség, de... Ezt itt nem tudtuk megfordítani? Azért áll így egyébként. De... Mi a faszért van ott az az út egyáltalán így? Na mindegy. Jó, oké, megpróbáljuk így. Aztán meglátjuk. Hogy működik-e, mert hogyha működik... Akkor mindenképpen jó lesz ez nekünk. Rohadt messziről jönnek az utasok, az viszont már egyszer tény, tehát ezek itt fognak végig robogni. Ide bejönnek, beszállnak a buszban, hogy visszaviszi őket. De szerintem majd az lesz itt a kulcs, hogy ugyanilyet elkezdünk ide is végig építeni. És akkor... És akkor elméletleg jó lesz a dolog, csak mondom, ott basztam el, hogy itt nagyon közel kerültek ezek a dolgok, és nem fognak ide férni az épületek. Tehát azok hova fognak kerülni egy idő után, azt nem tudom. Bár mondjuk... Lehet őket lejjebb rakni végül is, hogyha ha úgy van. Azt a mennyi paraszt, te jó Isten. Ja, az utasokat hívjuk parasztnak, bocsánat. Működni látszik. Az a gate volt, nem arra akartam kattintani. Nem arra akar. Check-in. Megy a check-in, egyelőre nincsen baj. Gépek jönnek már? No facility. Anyádnak. Ezt nem értem. Nem értem, hogy mi az, hogy no facility. Mi az, hogy no facility. És több járatnak is, hogy...
No, feszít. Tehát csomó gép nem tud megérkezni se. Érdekes, érdekes. Nem baj, lehet, hogy itt... De nem hiszem, hogy a leszálló pályáinkkal lenne baj. Hanem egész egyszerűen azzal, hogy 84 gép van jelenleg forgásba, vagy akar forgásba lenni, azt egyszerűen nem tudjuk lekövetni. És ezzel azért van baj, mert nem tudom bővíteni a rendszert. Ami egyébként nem igaz. Mert hogy lenne még egy fejlettebb irányító torony. De most miért? Bazd meg anyád. Mi a faszomért nem tud a buszit, hogy most mi nem dolgozik? Ott áll a busz. És boardingolna, de nincs catering. Miért nincs catering? Lehet, de nem biztos, hogy elfelejtettem megnyitni. Úgyhogy most egy kicsit várunk. Aztán meglátjuk, hogy ezek összekapják-e magukat, vagy nem. Ja, itt a cateringet basztam el, mert szerintem azok ott mind... hát ezek mind oda várnak. Jó, ezt most én kurtam el. Semmi gond. Semmi gond. Jó lesz ez. De már kimennek. Most egyelőre jó. Zsír! Debugoltuk a gémet. Csak újra meg kellett venni az izét. A dolgokat. Sokba került, de most úgy néz ki, hogy egyelőre működik. Kérdezhetitek, hogy ha már egyszer ott is minden meg van építve, akkor miért nem vittem át egyből oda a járatokat, de ne kérdezzétek, jó? Ez a lényeg, hogy ne kérdezzétek. Most megnézzük, hogy így, hogyha nem késünk jelentősen, azzal mennyi zseton tudunk összekotorászni. És hogyha elérjük azt, hogy ilyen biztonságos profittal tudjuk csinálni ezt a dolgot, azt, amilyen forgalom van itt, te jó isten, de autópályát kéne már építeni, nem izét. Mert általában a kintről érkező közforgalom az nem szokott átmenni a ott, ahol ugye a repülők, de most mindegy, ez most egy kicsit ilyen kaotikus. Mondom, ezeket majd lehet, hogy mit nem kaptál meg. Ó, jó van, csak egy 3 percet késtünk, az teljesen valid. Max plane, ajaj. Jó van, megjavítottuk, működni fog, nem lesz baj. Most már úgy néz ki, hogy talán jó. Bár azt nem tudom az okát, hogy az mitől fordulhat elő, hogy a buszok így lekotlanak. És nagyon remélem, hogy egyébként most egy darabig nem fogják ezt csinálni. De lehet egyébként, hogy itt a patchelgetéssel volt baj. Most így, hogy kivettem az autopatchet. Nézd meg, így most egész normálisan állnak oda a buszok. Fogjuk rá. Mondjuk itt is az entrance-nál is van némi. Új, autoszéf. Úgy, hogy azt hittem már, hogy lefagy. Nem, autoszéf volt, don't fos. Jó, egyelőre jónak tűnik. Nem tudom, mennyit költöttünk, majd megnézzük. De most akkor egy picit megint farmolgatunk. Aztán ugye ide, ha veszek újból buszokat, itt, ide majd teszünk még egy luggage-es cuccot, hogy ilyen nagyjából egyezzenek a dolgok. Mert akkor szépen el kell kezdeni beindítani itt a túloldalt, ezt. Aztán ha majd már úgy benne vagyunk a dologban rendesen anyagilag, akkor szépen ezt az oldalt, legalábbis ezeket a pályákat ide elkezdjük végigpakolni, és megcsináljuk ilyen szimmetrikusan nagyjából az egészet. Mondom, azt elbasztam, hogy odébb kellett volna rakni az egészet, mert ezek itt így útba lesznek egy idő után, de maximum annyit csinálunk, hogy majd elfordítjuk őket, vagy ilyesmi, és akkor... És akkor talán úgy már jó lesz. Egyelőre a leszálló pályákat, lefölszálló pályákat nem fogom basztatni. Az ugye el vannak még. Az nagyon sokat segített volna a helyzeten, hogyha légitársaságonként külön tudom szedni a terminálokat. Az nagyon-nagyon jó lett volna.
De nem akarhatunk mindent. Na, tehát, hogy most annak is örülni kell, hogy ez így egyelőre működik. Ha már nem leszünk eladósodva és föl tudjuk venni a többi szerződést is, akkor az már igazából nekünk teljes siker lényegében. Mondom, az a baj, hogy ez pont olyan közel sikerült rakni, hogy ide már ne férjen el a kiszolgáló épületek. Ja, itt nem. Na mindegy. Jó, nem esünk kétségbe, jó lesz ez. Jónak kell lennie. Ez hányat tud egyébként koppon üzemeltetni? Járműből? 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ide is rakunk egy... Hát ez az, hogy... Ha lejjebb rakjuk, nem gond. Ide a közvetlenül az útra. És akkor 5-5. Aztán a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 meg 8, az 13. Ez tök jó kijött meg szépen párosra. Így meg 4, arra még 4 van, erre meg 5. Ja, itt egyet több lett. De hogy miért? Ja, mert így jött ki a... pálya talán. A pályák miatt csúsztunk így össze, vagy legalábbis valami ilyesmi. De nem volt jelentős késésünk, annyi, hogy elfejtettem megnyitni a cateringet. De hogy egyébként ez most jó volt. Ez most teljes mértékig tök jónak tűnt, úgyhogy ez így talán jó is lesz. Mondom, itt az lesz a titok, hogy akkor itt elkezdjük szépen bevásárolni magunkat ide. Végig. Ezt átállítjuk Departure-re. Így van. És akkor elkezdjük átrakni a nagy járatainkat ide, erre az oldalra. Itt azt hiszem már két rámpán már biztos, hogy van teljes kiszolgálás. Így van. Ezeket elkezdjük ide. Ebbe mennyi fér ebbe a cuccba? Egyelőre 3. Ebbe is 3. Jó, egyelőre csak egyet. Bekötjük fullosba, srácok, mert a legtöbbnek már úgyis mindenre szüksége lesz. Így. Csak kell még egy luggage téma. Így, pillanatnyilag, mert akkor, hát ez most így, jó, totál káros az egész, de legalább a miénk. Úgyhogy nem kell aggódni. Így. Ide elméletileg be van kötve már egy mindenestől. Csak a kapu nincs. Kargó, meg waste. Ah, ott a waste. Azt nem tudom, miért oda raktuk, de jó ötletnek tűnt, gondolom. És akkor ez azt jelenti, nézzük meg, hogy most mennyi a kiadás, mert sok volt, ezt tudom. 150 ezer. Ja, 150 ezer, az ugye azt jelenti, hogy visszakaptunk 65-öt. Nem is volt olyan veszélyes ez az egész építkezés. Én azt hittem, hogy sokkal nagyobb cumi lesz. Most azt fogjuk csinálni, hogy akkor bejövünk ide a szerződésekhez. Ezt átállítjuk, igen, schedule-ra, megnyitjuk. Meg ezt az összes szart is megnyitjuk, ami még pillanatnyilag zárva van. Ja, meg venni is kéne bele autót. Jaj, anyád! Nem lesz ez egyszerű, de szépen fokozatosan fölépítjük. Én azt mondom, működni fog. Ide is veszünk egy ilyen új generációs cuccot. Ide is veszünk egy buszt, egyelőre egyet. És szépen fokozatosan beindítjuk. Szerintem ez teljes mértékig jó lesz és tartható. Cleaning. Cleaning stuff. Aeromail. Aztán Packard, azéhez, a ramp servicehez. Itt a fuel cucc. Jöhet a nagy gép, nem érdekes. Pénz nem számít. Kicsire nem adunk sok, meg nem számít. Vagy kicsi nem számít. Mi hogy volt? Kicsire nem adunk sok, meg nem számít. Így van, igen. Tehát
minden fasza. És megnézzük, hogy ezek a nagy gépek, amelyekhez kell már a lépcső, a DC-4-esek, azokat tudjuk-e már fogadni rendesen. Ugye azt hiszem, hogy 2.15-ösbe hagytuk őket. 2.2.15. Ja, tehát hogy úgy vannak beállítva, amennyit a középbe kér, úgyhogy ezt úgy is fogjuk hagyni. Kéne lépni vele tiért. Hát akkor lépünk tiért. Hát most... Úgy! Szint. És akkor... Kell nekünk egy ilyen. Csináljuk azt, hogy megkeressük, hogy hol a gyászban van az a kapu, ami nekünk szükségünk van. Itt van. Nem ott van. Ez az. Ez. És ide elkezdjük berakosgatni. Természetesen ugye szarul van, mert miért is lenne egyből jól. Mindenképpen a nagy gépeket kell, mert ugye azoknak kell a lépcső. Azokkal kezdjük. Aztán nem tudom, hogy melyiket fogjuk tudni fogadni majd így reggelente, így időben, térben. Ezek elméletileg az új pályára jönnek, tehát... Híbazd meg. Ezek azért összecsúsznak rendesen. Kéne oda keresni még egy estit. Azt én itt látom, hogy ő milyen. Mindegy, mert megnyitjuk a következőket, tehát nem lesz ebből gond. Az anyájad. Jó, semmi baj. Hoppá, az miért volt kihagyva, kérem? Várjál, az a izéből is ki volt? Basz meg. Nem volt kihagyva. Jó, oké, ez eddig jó. Itt egy esti. Így, tökéletes. Ezekre, meg akkor a mellette lévő 40-es kaput elkezdjük megcsinálni. Ez nem volt bezárva. Érdekes. Oda connectelünk egyet. Luggage gatehez is connectelünk egyet. Fuel stationhez is. Cateringhez is. Ramp servicehez is. Cargoz nem. Water. Waste. And cleaning. Így. És most mindegyikbe veszünk még egy járművet, mert ugye az anélkül nem biztos, hogy működni fog egy időben a dolog. Ez csak azért lesz nagyon tuti jó, mert elmehetleg, ha most ez így szép fokozatosan, de élesítjük a rendszert, akkor folyamatosan ugye többletet fog termelni azáltal, hogy... Várjál. Mindegy. Nem ide kellett volna parkolót venni, ide kellett volna külön mellé buszt venni. Hogy ne egy helyen legyenek, de... Nem baj. Szóval ha már ezt a két kaput megnyitjuk, akkor úgy lesz itt megoldva, hogy a check-int hogy lépnek be, innen belépnek, akkor lesz egy itt, lesz egy itt. Ennyi check-in pultnak meg kell tudnia oldani a dolgot. Hát most ezeket nem falazom úgy körbe, srácok, mert ezek már úgyis odébb lesznek rakosgatva szerintem bizonyos időközönként. Elméletileg ez azt jelenti, hogy akkor a maradék két járat. Mi az, hogy resign? Hát mondjuk, ja. Micsoda? Egyszer. Kétszer. Jó! Úgy nézem, hogy a penem az ki van szolgálva részben. Annyi, hogy itt még ezek a gépek még kimaradtak. Ugye nekik nem kell feltétlenül lépcső. Úgyhogy cső. És ők csak két órások. De megpróbáljuk ugyanarra
kapura bepréselni őket, csak nem fog sikerülni, mert tuti nem férnek be. Miért is férnének be? Az így tök jó lett volna, ha véletlenül beférnek. De semmi gond, mert ugye nem kell neki lépcső. Keresünk itt az új pályák között esetleg, vagy a régiek között egy olyat, amire talán... Hoppá! Ennyi, megtalálta magát, meg a helyét. Úgyis penemes kapu volt. Ennyi. Kész. Kész a penem. Margarete. Kész a penem. Úristen. Boaknál mi a helyzet? Next year-nél. Te jó ég! Várjál, olyat keresünk, ahol van még nagy gép. Itt még van. Igen. Nála... Mi van az... Uff... Azt nézem, hogy... Még a Royal sincsen... Ó, bazdmeg, még a Royal sincsen megcsinálva. Ezek mind izék, DC-k. Jó, mindegy, nyomunk egy tesztnapot a penemmel. Is. Elmentjük mondjuk a nem tudom hova. Mondjuk ide. Lényegében mindegy. Így. Azt hadd szóljon a dolog. Megnézzük, hogy ez a rész is dolgozik-e rendesen, működik-e, meg ilyenek. Most 50 ezeret így gyorsan így elcsengetünk üzemanyagra. Aztán imádkozunk, hogy jó legyen, mert azért ezt összeszögelni. De ha meg lesz, és az egész rész itt úgy beindul, utána majd szépen elkezdjük átrendezni azért. Mondom, itt valószínűleg meg kell szüntetnem ezt a szervizut, és ezeket közelebb pakolni ide, mert ebbasztam, és most már nem fogom tudni odébb rakni. De talán annyira nem jelentős a probléma, mert a másik oldalon ugyanez a forgatókönyv lesz. Egy kicsit sűrűnek fog tűnni így elsőre, de aztán majd, hogyha ez itt azonnan szépen át lesz pakolva, és mondjuk két sorba lesznek ilyen szép sűrűn a kapuk, akkor valószínűleg majd a pályákat is el kell kezdeni esetleg növelgetni. Mind létszámban is, mert egyébként mindig nem elég szerintem. Tehát az a baj, azért nem tud leszállni a gép, mert hogy konkrétan nem tudjuk kezelni. Mármint, hogy így számisztikailag nem tudjuk feldolgozni, hogy mennyi van. Nézd, itt is már jönnek is. Mondjuk ez pont elment a picsába, de nem baj. Hopp, na ezek már lehet, hogy ide jönnek. Így van. Itt van a DC-4-es. Asztorolt mennyi mindent kér. Na ez az első gép ezen az oldalon. Meglátjuk, hogy működik-e. Egyelőre a busz itt van. Hoppa, csomagos, lépcsős, minden itt van. Mennyi embert hozott egyébként? 24-et. Egészen sok, hogy őszinte legyek. Ha egy darabig nem akad össze, akkor nem lesz baj. Én most hozzá nem fogok nyúlni a verziószámhoz, ha csak nem jön ki olyan tartalmi frissítés, ami miatt esetleg mindenképpen muszáj lenne. De egyébként nem fogjuk piszkálni. A sztorolt, ez már mekkora nagy gép. Mikor a penem az arról volt híres egyébként, hogy ugye első osztályú nagy gépekkel közlekedett. És rohadt jól néz ki egyébként még mindig. Ott a csomagok is izének. Mondjuk ez nem látszik, hogy jönnek le a futószalagon. Csak az, hogy így megjelenik az izén a helyén. Cateringes, tankolni. Azt a kurva jól néz ki. Hogy megyen a dolog. Jó, egyelőre jónak tűnik. Itt mellettem a másik penemes, várja már. Itt már kim van a víz, meg a... Az mi a szar? Az a szemetes? Ja, ez a szemetes kocsi. Az a szemetes kocsi is megjött, úgyhogy mindenki dolgozik serényen. Fölismerem pörgetni ezt a dolgot. És jó, mert ugye itt bejön a gép, itt végig, mert ezt megy is kifele. Nem kell forgolódni, nem kell utat keresni. Ez ilyen nagyon clear, nagyon letisztult egyelőre. Egyelőre, aztán meglátjuk, hogy meddig marad így.
Most nem dumált nekem itt a izéről. Hogy nincs hely. Nem volt no facility dolog. Nem akarom elkiabálni, de az nagyon király lenne, hogyha fel tudnánk pörgetni itt a bevételeket. Viszont azt kéne még, amit elfelejtettem, azt most már egy napközben lehet, hogy nem fogjuk tudni. Hogy ez még buffra van állítva, az nekünk nem annyira előnyös. Mert ugye jönnek ide átfele gépek. Nem kéne nekik. Egyáltalánban nem. De nem baj. Ja, ide ha egy mód van rá, akkor csak a DC-4-eseket fogjuk egyelőre beengedni, vagy az olyan nagyokat, amik ugye mindenképpen ide valók. Jó besűrűsödött a program, tehát azért látszik, hogy már nem igazán fér be minden mindenhová, de nagyon tetszik, nagyon szép eddig. Mondom, ezt az egészet itt ezt a részt itt kegyetlenül át kell gondolni, mert valami életveszély. Mindenki mindenkire mindenhol ütközik, meg totál kár van. De pörög a zseton. Ez mindenképpen jó, csak közben várjátok, mert a réteget azt átrakjuk megint a sarokba. Hogy lássam is, hogy mi történik. Sokat segít, amúgy. Mert ez a szám itt fönt azért bajos, hogyha az ott fullon van, koppon van, akkor nem igazán működik a dolog. Ja, jól leszivattam magamat ezzel az újfajta építészeti izé dologgal. De azt hiszem, hogy talán mostanra megoldódik a helyzet. Az, hogy miért volt bugos annyira, azt nem tudom. Lehet, hogy itt az úthálózat sem tetszett neki kifejezetten. Vagy valami ilyesmi, mert más nem tudok. Nem tudom másnak felróni ezt a dolgot. Lagol az egér egyébként, az nem tudom miért van. Ez véletlen volt. Jó, kezdjük összeszedni magunkat, ez jó lesz ez így. Teljesen jó. Azért ezek a nagy gépek, ezek sokat hoznak, tehát ezek 4000-et hoznak kiszolgálásonként. Az mindenképpen jó, viszont tényleg azt nézem, az üzemanyag az viszont így már azért igencsak komolyabban csökken. Vagy ahogy a hold szokott csökkenni. Még jön egy napzárta előtt, ugye? Látni fogjuk, mennyivel lett így kevesebb, hogy ugye fogadtunk még pluszba ugye két kapúnyi gépet. Aha, most jött valamennyi üzemanyag. Reggel jön ugye a 140. Hát, ahogy elnézem, jelentősen föl kell tekerni a megrendelést, de iszonyatos profitunk van, basszus, nagyon kemény, nagyon durván jó. Így, hogy működik végképp. Rohadt sokba került, mert azért tényleg egy jó 100 kilót azt azért így rálocsoltunk. De
Most ez a kapu elméletileg új, akkor ez újra számolta? Már 3000 ember végigment rajta, ezt mi csak 2 napja csináljuk. Azért az durva. Az mindenképpen durva. Úgyhogy fogadjuk itt, megoldjuk ezeket a nagy gépeket, aztán utána rámegyünk arra, hogy a kisebbek is elférjenek valahogyan. Meg ezt a leszálló pályát átrakjuk csak Arrivalra. Így van, mert... Ez meg arra fele megy? Vagy hogy van ez? Így van, tökéletes, nagyon jó. Jó, hiányzik 180 ezer üzemanyag, vagy 280 ezer jelenleg a raktárból. Az azt jelenti nekünk per pillanat, nem ezt akartam nyomni, hanem a másikat. Mondjuk csomagból is hiányzik. Az jön reggel? Az jön reggel 800, abból nem hiányzik. Üzemanyagból viszont fog, mert abból reggel jön 140 ezer. Az akkor azt jelenti, hogy durván 270, jó 30 ezerre vagyunk mínuszba. Ezt 11.30-asat, ezt megszüntetjük. És... teszünk oda is egy kopposat, srácok, mert úgyis izé lesz. 10.30-as volt, nem izé, nem 11.30. Így, mert daily supply volume 4.20, mert akkor most ugye az lesz, hogy megint csak teszünk még be szerződéseket a sorba. Tehát ezt is meg fogjuk nyitni. Eléggé össze-vissza lesznek így a kapuk, de most ezzel ne foglalkozzatok, majd én tudom, jó, hogy mit csinálok. Majd akkor fogjuk újra számozni, hogyha muszáj. Mármint, hogy akkor fogjuk egy kapura többet pakolni. Most mit jelöltem ki? Ez nem kell ide. Hogyha már feltétlenül jól fog működni. De lehet, hogy azért akad össze, mert egy kapura több busz megy. Tény, hogy a másik oldalon most éppen működni látszik, de ezzel most nem vitatkozunk, jó? Nagy lépcső, nagy rámpa. Köszönöm. Itt is mindenhová veszünk akkor még egyet. Én nem bízom a véletlenre, bassza meg, én nem akarom elbaszni. Ja, oda nem kellett volna feltétlenül venni, na mindegy. Ide kell. Ide is. Nem tudom, ez mennyit bír el ez az épület, ez lehet, hogy csak 4-et. Az autót néztem, az épületet 5-öt, az jó. A legtöbb az 5-öt bír el. Az üzemanyagos az talán többet. Így, mert ez ugye ide van kötve. És ide is veszünk még egyet. Jó, jók vagyunk, eddig nagyon jó. És akkor azt jelenti, mi van ennek a connection-jével? Ja, az még... az másik. És ez lesz a 40-es pálya, vagy kapu. Úgyhogy... mit néztünk? Az Aviation néztük, a Royalt. Hát a Royalnál 13 van a next tierig? Ja nem. Nem, ezeket mind fogadni kéne. Bár ez meg nem is kér mindig mindent. Nem baj. Nem baj az. Így. Egyet. Kettőt. Hármat. Ja, ez nem kér mindent. Mindegy, most már nem piszkálom az órát. Középen, nagy gép, inkább legyen biztos. Inkább legyen nyugodtság, inkább legyen béke, mint hogy itt izé legyen probléma. Adunk neki vizet is. Mindegyiken mindenki van pipálva? Úgy nézem, hogy igen. Jó, az azt jelenti, hogy ez itt a 40-es kapu. Egy gép. Két gép. 3 gép. Hát ebben 4 fér be. Így a mutatványba. Várjál, ők megint jöjjenek ők is este. Jó,
így, és akkor szépen el lesz csúsztatgatva megint a dolog. Hát kellni fog még, hogy két kapu, bassza meg. Így, és akkor meg kell csinálnunk még... Aha, itt fönn maradt még hely. Ilyesmire? Nem. Nem, mert a túloldalon csak egyhez van véve izé. Meg egyébként sincs hely, tehát hogy így a legnagyobb probléma inkább csak az, hogy ide talán még a TV árosok közé be lehetne egyet szuszakolni. Még hozzá olyat, amihez csak víz kell. Egy ilyet. Ez a 24-es. Huszonkettő, 21, 23, természetesen az utolsó, és ha ide is vennék izét, akkor elméletileg még ide be tudnám tenni. Ó, hogy a gyászba vigyél el. Egy ilyet. Minden helyet kihasználunk, srácok, tehát nincs ebből gond. Viszont akkor is kellni fog még a izé nekünk. Annyi, hogy össze-vissza vannak már számozva, hogy az elképesztően jó. Viszont ezen azt se segítene, hogyha elkezdeném átírkodni. Itt nekünk a 41-est is el kell kezdeni fölépíteni, és akkor elméletileg a 41-re már befér az Aviationnek az összes gépe. Tehát 41 kapu. Négyes. Luggage gate. Fuel station. Catering. Ramp service. Water. Waste. Cleaning. Így. Jó, kapsz akkor te is izét. Így. És akkor megint vásárolunk, mert ugye az a jó dolog. Büssing. 14 000, ah, jó, de még nem kell, hála a jó Istennek, mert ezek a gatyám rámegy erre a mutatványra, de jó lesz, mert megint ugye 10 géppel többet fogadunk. Catering. Cleaning. Watering. Open up. Így. Nagyszerű, akkor elméletileg fullos működik. Szerintem be is rámoljuk oda a gépeket. Ez napközbeni, ez napközbeni, ez napközbeni, és senkit nem érdekel semmi. Mennyire jó már. Hogyan, meg hova fognak leszállni, az megint csak nem érdekel minket, úgyhogy... Hello! Good! Szuper jó! Elméletileg akkor az Aviation is ki van pipálva. Így van. Tehát ha innen lentről nézzük, akkor egészen a Braniffig készen vagyunk már. Van itt még a Braniff, meg a Bok. Ja, meg még next year-je van az ének, a Trans, a TVR-nak. És kurva sok gépe van. Júj. Jó, nem baj, ezt megoldjuk simán, nem lesz vele gond. Majd nem lesz vele gond, ha már kész lesz, de itt még ezekkel kezdünk. Mert ugye elnézem itt a izének, a Boaknak sincsen már DC-4-ese vagy nagyobb gépe. A Sabrenát azt már kieszközöltük, és akkor itt jönnek a Braniffosok, ővelük fogjuk folytatni. Csak megint megyünk, keresünk egy kis bízet, mert megint itt dolgok történtek. Így. Azért mondom, hogy bármennyire is szerettem volna ezt így egybe egy lendülettel áthúzni. Na, 30 ezer profitban vagyunk úgy, hogy megint rengeteget költöttem amúgy.
Hiába szerettem volna ezt az egészet egy lendülettel átlátni és átfogni. Esélytelen, srácok. Nincs rá lehetőség, de így viszont szépen darabokban azért össze lehet hozni. És azért mondom, hogy lehet, hogy az lesz, hogy itt igazából majd ahogyan kihúzzuk jobbra is, balra is ezt az egész kócerájt, fogom és szétszedem a terminál a kapukat. Tehát, hogy azért tényleg itt most 13 van, 5 kapura, az azt jelenti, hogy durván 3 kocsi, vagy 3 busz kell egy kapura, de lehet, hogy megpróbáljuk majd úgy húzni, nyújtani, hogy csak 2 kelljen, tehát hogy kettesével legyen. Tehát inkább több kapu, több csekkolóval, kevesebb busszal kapunként, de legyen fluid. Tehát ne legyen az, hogy itt elmászik, és akkor viszont a másik oldalon is, ha elkezdjük ide átpakolni, akkor szépen az összes kaput átrendezem ide. Mert itt most egy, itt most, vagy van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 kapu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, itt csak 13 van. Tehát egy lendülettel nem fogom tudni átrámolni ide, az hót biztos. Na mindegy. Nem baj, mert majd akkor lehet, hogy maradott még ilyen poros. Bár tök mindegy, mert igazából ez a szakasz itt bővíthető kényelmesen. Annak örülök, hogy most egy ideje nem írta ki a se a no facility-t, se a késést, vagy ha volt is késés, akkor az igazából azonnal megoldódott. Úgyhogy most azt kell, hogy mondjam, hogy jól nézünk ki. Azt a nézzétek itt a royálos TC-k. Finishing. Szeretem ezt látni. Performing egy óra alatt kész volt. Faszért adtunk neki 2 órát. Jó, van, jó lesz ez. Szépen összehozzuk. Szépen. Lassan higgadtam. Egy évig tart. Köbö. Mert egyébként tényleg. De utána újra meg tudjuk azt csinálni, hogyha már beállunk egy rendszerre, hogy újra tornászom azért a labort, tehát az irodákat. There is no suitable runway for the departure. Make sure you have a runway with the selected departure mode or both. Also the runway must support the prop heavy type. Nem értem a problémádat. Hát itt van, ez a departure. Ja, csak addig nem indulnak el, ameddig nincs izé. Ja, valami ilyesmi lesz itt a gond. Kelleni fog még izé, ilyen fajta leszállópálya. Az baj. Mert ahogy elnézem, ezek nem vonulnak ki egymás után. Tehát nem állnak sorba, hanem így... Ott úgy előcsörögnek. Ameddig föl nem száll a gép. Tehát, hogy konkrétan ezek már nem úgy dolgoznak, mint a kicsik, hogy itt sorba állnak a kifutópálya előtt, hanem egész addig nem mozdul meg, ameddig ki nem megy előle. Az úgy jelentősen probléma lehet majd, ahogy itt elkezdjük feltölteni a dolgot. Valószínűleg kelleni fog még egy ilyen tarmac runway. Végülis azon gondolkodok, hogy ide lentre még lehetne. Majd lehet, hogy éjszaka megépítjük, hogy ebből ne legyen több probléma. Azért itt azért az, hogy a leszálló, felszálló forgalom itt egymáson keresztbe kasú közlekedik. Nem iridlem azokat, akiket én a toronyban alkalmazok, mert... Ramp busy, flight has been cancelled. Aha, az baj. Itt nem férünk el eléggé. Kelleni fog több felszálló pálya. Nem tudnak elég gyorsan se kimenni, mert leszállni még fogjuk rá. De felszállni nem tudnak. Tehát innen már kiesett egy gép konkrétan. Mert ugye egymásra érkeznek. Na várjál. Kezd besokalni a rendszer nagyon. Most meg kimentek egymás után. Mi a francot csináltak, emberek?
Nem tudom, mi van. Ah, nem voltam elég gyors. Hát elég elképesztő a nyüzsgés, de én azt kell, hogy mondjam, hogy nekem amúgy rohadtul bejön. Nekem tetszik, ami itt történik. Ezek itt kényelmesebben el vannak, ezek ráérősebben dolgoznak most. Ami nem is baj, ráfér a rendszerre. Hopp, plusz pénz is megjött. Ramp busy, de melyik? Pedig ez penem. Érdekes egyébként, hogy a penemesek azok, hogy a faszba tudnak összeakadni. Mikor egyébként nincs késés. Aztán, majdnem 10 géppel több van, mint amennyire egyébként hivatottak lennénk. Az azért úgy elég merész. Nem, itt valószínűleg azzal fogunk majd még sokat csalni, hogy még több pálya kell. De rengeteg, de sokkal több pálya kell, mert még egy csomó gép nincs ugye lehívva. Már esnek ki gépek a listából. Jó, hát nem baj, igazából ilyen volt nekünk már abban az időben, amikor még az első karrierünket csináltuk. Hogy nem tudtunk minden gépet fogadni, mert a szerződésesek annyi helyet elvittek, de nem baj, mert cserébe annyi pénz megy át rajtunk, hogy ez ami elképesztő. Látjátok a számokat? Az, hogy itt van fenntartási költség, az lassan senkit nem érdekel, hanem így csak így dolgozunk, mint a gép. Azért ezt úgy hívták egyébként a Train Feverbe, hogy a siker bűzös lehelete. Tehát amikor így naponta, mit tudom én, ilyen több százezer embert elszállítasz, akkor azért az már azért nem semmi. Én ezt értem, de nem tudom mit hisztizel, tehát hogy majd mindjárt megoldjuk. Ne idegeskedjél már. Ezt úgy fogjuk megoldani, hogy itt kihúzom ezt a pályát itt idáig. És innen meg elkezdünk arrafele felszálló pályákat építeni. Itt ebbe az irányba még tudok építeni lefelét? Hát nem tudok. Nem, sajnos nem tudok. Úgyhogy ebből lehet, hogy baj lesz. Akkor lehet, hogy itt lesz olyan, hogy itt összekötjük idéglenesen, és akkor itt lesz ilyen lefelszálló megoldás. Jobb hiány. Megnézem, mennyit kerestünk. Amint elfogy az utolsó paraszt is a reptérről. Vagy mire várunk egyébként. Nem volt késés. Ez már az előző nap se volt egyébként, nagyon durva. Nincs penaltink. Mennyire jó már. Még mindig kevés lesz az üzemanyag majd. Ugye azáltal pont, hogy ugye megint csak hozzuk befele szépen sorba az újabb és újabb szerződéseket. Ezáltal azért így összefolyik. Majd itt a buszokat azért úgy fogom kezelni, hogy ez a kapu valószínűleg elkezdi csinálni ezt a kettőt, aztán ez a kapu elkezdi csinálni ezt a kettőt, aztán ez a kapu ezt a kettőt, de most még ugye a következőt azt rá tudjuk ide bővíteni. Aztán majd szépen sorba újra lesz gondolva az egész, mert azért így nem lesz egészen egészséges. Na, miért nem tudom tekerni az időt? Ha veled mi van? Itt áll 15 órája, de miért? Mert nincs összekötve azért, ezért hisztizik itt nekem. Bazd meg. Rübi!
Bazd meg. Na, húzza már elfele. Hát az útvonal keresésed az nem... Nem első osztályú, maradjunk annyiba. Na most indult el. 21 ezer volt a penalty rajta. Az csúnya. Mondjuk milyen jó, hogy lehívod a gépet, és akkor tudod, szólnak, hogy amúgy nincs kifele út. Oh-oh. Mert ezt levettük Bofról, és azok meg oda átlettek vezényelve. Mert nem kellett nekik a izé. Két DC4-es itt bent rohadt egész nap. Hát ez most egy kicsit itt cumi, akkor maradjunk annyiba, de... De ezt a penaltit leszámítva, ami egyébként így pont 26 ezer lett, így is kerestünk... Azért majdnem 100, majdnem 140 ezeret. Az úgy durva. Pedig még ezétünk is. Vásárolgattunk is. Na, akkor jöhet a következő lépés. Mindig van szerződés. De ránézni is rossz gyerekeket, ez kurva sok. Jó, semmi baj. Várjál. Itt még van 1, 2, 3 next year-es. De várjál, nála még available is van. Ó, basszeg. Jó, nem baj, elkezdjük szépen összerakni a témát. Nem mondom, tudta a totál biztosra, de könnyedén előfordulhat, hogy nem lesz elég az oldal. Tehát, hogy már most tovább kell vinni ezt a témát. Meg kell nyitni a 42-est, és akkor jöhetnek a branifosok. Vagy most mit kezdtünk el? Ja, a branifot. Megnyitottuk. Gate. Luggage. Fuel. Catering. Ramp. Cargo nem. Water. Waste. Cleaning. És akkor ez már ki van maxolva például. Ez jelentősen probléma lehet. Azt a kurva. 16 ezer egy bővítésre. A catering is koppon van. A takarítás is koppon van. A víz is koppon van. Ezt megnyitjuk, veszünk bele buffst. Ide megveszünk még több gépet. Így. Ja, meg ide is kelleni fog a... Így. És akkor ez a 42-es kapu. Van esti, van egy estink. Olyan sokat nem is kérnek ezek a gépek, tehát azt nézem, hogy ezt ha innél például kivenném, de lehetne még keresni, hogy is a rámpás gépet. Tehát itt csinálhatnék a 43-as vagy ott, amihez nem veszünk rámpát például. Mert csak catering kell neki például a kokáért. De cateringből sem tudok már ide többet bevezényelni, az baj. Azt csináljuk, mindjárt mutatom, hogy mi lesz. Bármennyire is szar ez így, de itt már igazából annyira nem fontos. Elkezdjük ide betelepítgetni őket. Csak annyi, hogy amikor már helyén van, akkor meg kell újra nyitni, nehogy elmaradjon a dolog. Hát ide csak így egyesével fognak elférni. Ebből lehet, hogy lesz így egy kicsit némi probléma, de majd csak akkor, hogyha már... Már látjuk a témát. Igen, ez a baj. Hoppá, ennek van egyébként boostja, ami nem tudom miért, de nincs aktívan beaktiválva. Hát ja, már sehova nem fér el. Ide rakjuk. És akkor igazából
Azt is meg lehetne csinálni. Hogy a későbbiekben ez itt még hasznos terület legyen, hogy így lesz. És akkor ezek így elmenetleg itt el lesznek, tehát akkor az, amiből újakat kell venni, azokat már tudjuk oda is rakni. Egy párat legalábbis mindenképpen. Üzemanyagosat azt nem kell. Abból már tudok venni is még egy gépet. Így. De ami tele van, abból kell új. Tehát kell egyszer. RAM service. Ez már az. Igen, ez egy RAM service. Igen, egyszer egy RAM service. Egyszer egy a Jeromil. Az hon van. Itt van. Aero. Üzemanyag az nem fog kelleni. Cleaningből se álltana még egy akkor. És waterből se. Mi? Mi az, hogy water delivery, ez hülye? Ez mi volt? Szóval akkor kell még egy kukás zóna. Waste resource in storage. Érted? Tehát a szemét a tárolóba. Hogy mi van? Na mindegy, veszünk egy ilyen kocsit. Durrog a kocsi. Így. Hát egyelőre egy kicsit szeretve, tehát majd lehet, hogy ez egyszer át lesz szervezve valahogy kultúráltabbra. Most egyelőre ezt ne akarjuk. 1, 2, 3, 4, 5, mi? Ja, hogy most már a hatodikat? Bezzeg. Ja, erre nem akartam izét hozni, aha. Jó, menni fog az. Az ott miért? Az ott mit akar ez? Sehova nincs bekötve a kettes? Mi? Az nem létezik. Kihagytam a kettest, érted? Láttál már ilyet? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Igen, mert az első kettő az már az egyesen van. Akkor várjál, relink. 2, 3. 2-es. Relink, 3-as. És ez is megy a 3-asra akkor már, így egyből. És az első 6 kaput így használjuk. Viszont akkor ide jöhet az új busz. Meg a parkoló. És akkor úgy lesz bővítve, hogy akkor most elmenetleg ugye az a kettő nincs bekötve sehova. De akkor per pillanat úgy lesz majd, hogy 2, 4, 6, igen. Így. Luggage. Catering. RAM service. Nem kell csomag, water, waste, és cleaning, így. És akkor ide nem veszünk járművet, mert ugye ide nem, akkor ide olyanokat fogunk bepakolni, amihez nem kell, ugye? Az a terv. Így van. De nyugodt szívvel jöhetnek akkor ezek a csótányok. Pipa. Hopp. És már írja is, hogy a Braniffnál tudunk tiert ugrani. Ami kurva jó lesz. ez valami elképesztően brutálisan nagyon durva. Viszont ahogy elnézem, azok kis gépek.
azoknak nem is feltétlenül kéne ide parkolni a nagy zónába, de és nem nagyon fogok különbséget tenni közöttük, úgyhogy itt azt kéne megnézni, hogy ide befér még egy, ide még kettőnek elmetleg el kéne férnie. De egy ilyen viszont biztos, hogy elfér neki. Oda, valahova. És akkor te, ti se jöjjetek egyből reggel, és ne is menjetek késő este, így. Hát ezekből meg igazából a két óra. A két óra az kurva sok ennyi feladatra. Másfél, jó? Ezek ilyen egyszerűbb dolgok, ezeket megoldjátok másfél óra alatt. Én nagyon úgy nézem. Szia Péterem, köszönöm szépen. Igyekszem csodát tenni a repülőtérrel. Ha minden jó megy, akkor sikerülhet. Ez pont egy éjszakai, vagy a reggeli. Na. Maradjál ott. Üld a hátadra. Várjál már, itt is. Ó, itt rengeteg hely van, várjál már. Hát, találtam nekik helyet. Hasraütésre, érted így? Csettintésre. Na nézzük meg akkor, mert ezeknek biztos, hogy kell majd még új pályát csinálni. Vagy új kaput felállítani. Ezt így egyelőre, így másfél órásba ezeket behúzkodjuk. Ezeknek még nem kell lépcső, ezek még elférnek majd a túloldalon is. Úgyhogy ide szépen föltöltjük belőlük a rendszert. Jó sűrűre. Az anyájad. Tökéletes. Ha még egy estink, az baj. Meg reggeliek. Bázd meg, nem jó. Így már jó. Zsír. Ott még maradt ki két órás hely. Ha. Sose volt ilyen jó. Sokkot is kaptál. Mondjuk ezeket akkor nem tudom miért két és felesbe hoztuk le. Ezeket. BN 91, 92, 93. 91, 92 és 93. Ezeket át kéne izéni rakni. Fölösleges ennyi időt adni nekik. 91. 92. Amit, ja, ez most a 92-es. Így. És akkor elmehetleg itt most. Aha, összébb is csúsztak szépségesen. Ami azért lesz jó, mert az még akár jó is lehet. Értem. Várja, el nem fér be egy innét a 20-asra? Ó, dehogy nem. Gyerekek, olyan összetolódások vannak itt, hogy az valami elképesztő. Az elején még tök szépen kezdtem, hogy itt témában tartani a dolgokat, aztán most már kezd főborulni a rendszert, azért itt most már összefolynak a dolgok. De nem lesz baj. Most azt kell megnézni, hogy akkor elméletileg ugye a Braniff-tól az nincsen már csak lépcsős. Az pont 4, az pont egy kapu. Úgyhogy őket hagyjuk a 2.15-ön, nagy gép, foglalkozós, stb. Menjünk biztosra. Olyan, ez előbb 4 volt, nem most már 5. Most költöztél be Tajmirba? Azt elképesztő, hogy be fogsz érni. Amúgy nagyon durva. Ja, ez 5 gép. Ásztaralt, akkor lehet, hogy lejjebb kell venni majd belül 2 órásra. Nem fog elférni a középpályám. Ja, oda nincs, oda nem vettünk lépcsőt. Jó, akkor jöhet a 44-es. Megnyitjuk a 44-est. 5-ös kapu. Mi?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, a 6-ost már használtuk. Akkor ahhoz nem nyúlunk hozzá. Ezt kell. Oda, meg oda, meg oda. Innentől azért már nehezebb lesz a dolog. Á, az biztos. Azt elhiszem. Az szinte egészen... Ja, kargó nincs. Az szinte egészen biztos. Azért alapgépekkel tajmírva. Minden elismerésem a kitartáshoz. És ide kell vennünk. Igen, ide kell vennünk. Lépcsőt. Szépségeset. Itt pedig végigvásároljuk magunkat újra járművekkel. Így, üzemanyag. Hol kezdődik? Itt kezdődik a dolog. Ebből is kell kettő. Takarításból is kell a kettő. Waterből is kell a kettő. Busz, az itt még van egy, igen. Luggage-ből is kell az újabb. Úristen, és jön, de csak 1600 a bővítés. Nem tudom, az üzemanyagos nem ér olyan rohadt drága, hogy 16 000. Érdekesek ezek a számok. Na, és akkor ezeket be kell próbálni passzírozni ide. Hú, várjál, van itt egy reggeli. Így, és maradt nekünk, hát nem tudom. Mindet át kéne rakni 2 órásba, akkor elmehetleg beférnének. Óra a gyász tudja, hogy mi a számuk. 43, 52, 3, 4, 6. Tehát 53. Megnézzük 2 órával. 53, 52. 54. El kell menjek forgalmistának. És 6. Ez a DAM mennyire jó gép, használható lesz majd? Mert én az előzőben eladtam, nem mentem vele egy métert se. Én használgattam, de kellenek hozzá fejlesztések, és elég sokára lesz meg. Még mindig nem jó. 2, 3, 4, 6. Ja, a 7-et nem is vettem le. Hol az 57-es? Ja, itt van. 57-esből akkor lecsípünk. Ennek pont nem kell catering, akkor ebből leszedünk többet. Ennek se kell, de az az 59, 53, 56. Leszedünk az 56-osból is. Mert nem kell catering, és ez lehet, hogy nekünk már pont jó lesz. Ez az! Összeraktam! Megvan! Jó, akkor elméletileg most ott tartunk, hogy megvan a Braniff is, úgyhogy már csak a Bulk meg a TVA van, tehát hogy az összesből. Mi van neked next year-be? Sok minden, de ezek már kis gépek. Ezekkel már nem lesz annyira problémánk szerintem, ezeket már simán beszórjuk majd a helyére. Így. Nyomunk egy mentést. New game anyád. Mondjuk ide. Csak kettesbe mentegetem. És még ezt a napot, még egy napot letesztelünk, aztán szerintem mára ennyi, mert később kezdtem, úgyhogy egy kicsit el vagyok csúszva. De menni kell ebédelni, aztán utána újra dologra. Úgyhogy igazából most egész átláthatóan próbáltam ezt a dolgot kezelni. Most egész jól haladtunk, egész szépen sikerült. Azt nézem, hogy egyébként üzemanyaggal egy olyan 20 000 mínuszban vagyunk. Ami egyelőre nem lesz veszélyes még egy pár napig, de aztán valahol rá kell állítani a dologra még egy nagyobb kiadást. Aztán meglátjuk, hogy itt hogyan néz ki most ez a... Hát konkrétan az előző épület nagyobb volt légtérre. Az igen, mennyi embert fogad már az a check kapu 16-ot? Ja, bazeg, várja, nem vettünk izét. Nem vettünk terminál cuccokat.
Melyiket használjuk? Lassan mindet. Mondjuk így. Így de jó kancsal, te jó isten. Jó lesz úgy. Lehet, hogy ebből se kéne amúgy ennyit, na mindegy. Azt a rohadt, azért itt most már van nyüzsgés. Emberek, itt azért most már van meló. Ezekkel a dolgokkal. 23 ember csekkol, azt a kutya mindenit neki. És még nem jöttek a gépek, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy az még csak most fog kezdődni. Nappi csak most kezdődik, de már hány... Azt a kurva, ennyien állak sorba, nagyon durva. Aha, most jönnek az első gépek. Waste resources love. Jó, hagyjál már waste resources-e, hát bazeg. Azt mondja, kevés szemét van. Hát örülök neki, hogy kevés a szemét. Hány ember van most itt bent aktuálisan? 540? Mindjárt 600. Mi volt az a source-os? Várjál. Valami volt. Could not find path. Már miért nem? Az egy busz, nem? Ami nem talált magának útvonalat, az nekünk nem lesz annyira jó. Szerintem talált, az csak úgy csinált, mint aki nem talál. 700 ember van itt bent. 700 ember ebbe a csarnokba. A jó marha mindenség itt neki. Hogy az ördögbe? 760. Mindjárt 800. 800! Több mint 800 ember volt a csarnokba. Úristen! Very big. Azért az mondjuk már, az már egy kicsit kaotikus, akárhogy is nézzük. Ja, egyébként ezt ott fönn is látnám. Azt a mocskos mindenit neki. 880. És folyamatosan jönnek-mennek. Hát lehet, hogy nem az átláthatóságáról lesz híres ez a terminál, de működik. Nem férnek be a gépek. Nyüzsögtök, mint a hangyák. Egyébként az a durva, hogyha megnézed a valóságban, egyébként semmi különbséget nem találsz. Tehát tényleg így néz ki a izé. A dolog. Hoppá, közben kész lett a izé. Az egyik fejlesztésünk. Szép lassan, de biztosan, hogy itt közben kész lett egy fejlesztés. Ami azért jó, most fogalmam sincs, hogy mit kéne keresni. Airport, Meteo, Post. Hát szerintem ezt. Nem, szerintem nincsen már izés. Ezt nem érdemes kifejezteni sajnos, mert development alatt van. Nincs rá külön szükség. Vacuum cleaning service boost. Terminal construction discount. Azt mennyi? Ezt nem mondja. Mindegy. Nekünk mindenképpen inkább a izé kéne. Ez a nagy torony. Mert azért az csak följebb dobna még egy pár. Weather monitoring, és ott meg a nagy torony, ott meg a nagyon nagy torony. Hát a rohadt sokat nem fogunk tudni kezelni. Ennél többet már szinte sehogy. Mindegy. Menjen ez a meteoposzt, el lesznek vele. Igazából most rohadtul nem is foglalkoztam azzal, hogy... Mit fejlesztettünk ki nagy ciszternát? Azt lehet, hogy majd rá is megyünk majd. Majd megyünk rá. És egyelőre itt... ahogy megnyitja. Airline did not get required service on time. Jó van, tudom, volt már ilyen máskor is. Mi van 10% alatt a víz, bazd meg? Hogy lehet a víz, hogy fogyhat ki a vízből, érted? Azt a mennyi busz jön befele! Azt a mennyi busz jön befele! Mi az ördög van itt? kicsit megint kezd elmenni a dolog, ahogy elnézem. 800 fölött van az emberek száma. De hagyjad már a szemét, tehát a szemetet miért kell izéni? Melyik nem kap időben utast? Jó, de szerintem ez csak simán késik. Ez nem olyan veszélyes. Vagy hát a rossz sebb tudja, lehet, hogy... Úha, hát ne várjál, nála minden késik.
Ah, már megint beakadt a busz, várjál, de ez miért csinál ilyet a busz? Eddig tartott a jó világ. Már nem indulnak el a buszok. Jó, hát akkor hagyd ki, most nem tudok mit mondani. Hát ne csináljátok már! Ezt kurva nehéz elhinni azért, hogy az meg 2 napig működött konkrétan nagyjából a kapu. És most, hogy már 2 busz dolgozna ott, már nem működik. Szóval... mi az, hogy nem talál útvonalat? Could not find path. De melyik a 210-es? Melyik vagy? 205-ös. 207-es. 212-es. 211. Hol a 210-es? Nincs is 210-es. Megszűnt a 210-es, nincs 210-es. Akkor mész a... mész így, leszarom. Túl sokáig nem tartott az az állapot, hogy működik. Nem, a buszok megint... a buszokkal van a legnagyobb probléma, srácok. Ha én vezetnék, nem lenne. Ez van. Nézzenek, megint nincs itt a busz. De mi a faszomért nincs itt a busz? Hol a busz? Ott áll, azt néz ki a fejéből. Itt a 210-es, megtaláltalak, te geci. Ki vagy rúgva? Melyik a 210-es ezek közül? Takarodj anyádba. És most? Mit keres itt, amikor már eladtam? Ez annyira oda van fagyva, hogy úgy rendkívüli nagyon. És itt várják a csodát, érted? És nem történik semmi. Aha, konkrétan totálba oda van fagyva. És nem tudom, hol van a hiba. Egyelőre itt lesz, az már biztos. Nem tudok se kiszállítani, se beszállítani. Majdnem 2 napig működött a dolog, majdnem 2 napig. De a kargó részt lehet, hogy be kell zárjam, mert nem tudom fogadni a gépeket. De érdekes, hogy nem mindegyik kapu... hagyd már a vizet, az meg... nem mindegyik kapu kotlik le. Tehát, hogy nem... de, lekotlik mindegyik, bazd meg. Nem. Itt a csomag késik, az még nem baj. Mert megjött a csomagos, itt csak simán késtek. Tehát itt nem bug volt, itt csak simán volt késés. Azért nem vagyok olyan gyors, hogy le tudjam követni, hogy mit... mert most már C13-as se talál útvonalat. Basszátok meg az édesanyátokat, ti gecik ti. Kicsit hagyjuk, hogy hat pihenjem. Még jó, hogy ez az utolsó nap, amit végig akartam csinálni. És pont nem akarja. Érted, így iszok és alá meg ki van írva, hogy loading. Az nagyon-nagyon ciki lesz, hogyha rámpánként csak egy kaput fogok tudni üzemeltetni. Akkor kurva sok kapu fog kelleni. De van rá némi esély egyébként, hogy az a baj, csak érdekes módon a másik oldalra meg valamiért működik.
ez, hogy, hogy kevés a víz. Ezt nem tudod értelmezni gyakorlatilag, hogy hogy lehet más, hogy kevés a víz. Tehát olyan nincs. Nincs bekötve a víz, vagy mi? Túl kevés a szemét, azt mondja. Normális, Margit. De szerintem én most se indul. De melyik? Ó, bazd meg, már itt is van baj. Ja, de ez csak simán can start, tök jó. Ó, már itt se, jó van. Ennyi, eddig tartott, amíg nem törtük el a játékot, pont eddig. Itt már kész, itt már bejött a problém. Boarding, perform request. Micsoda? Úristen, ott mi történik? Ugye egyébként? Ja, hogy egy... Ó, bazd meg, lehet, hogy azért késünk ennyit, mert... Konkrétan nincs elég entrance. Hát ez elég bizarró néz ki. Én szerintem eltörtük a játékot megint. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez itt nem néz ki jól. És itt teljes a káosz. Lehet, hogy még egy főbejárat is így kell építeni, hogy egyszerre két helyen tudják kiadni a cuccot. Mármint a kirakni az embereket. Mert hogy itt akad be. Ezt eddig nem figyeltem, de lehet, hogy eddig is az volt a baj. Hogy konkrétan az emberek nem is érkeznek meg időbe. És azért nem tudnak csekkolni és a buszhoz menni. Bazd meg, hát ha ezt én tudom, vagy időbe észreveszem. Na várjál, ezt így nagyon gyorsan kéne eszközölni. Pénz nem számít. Entrance. Wrong location. Az anyát picse. Bocsánat. Így. Intersection, faszuljál bele. Igényes, de hát ha így működni fog. De még mindig odaállnak sorba a buszok, érted? Ez nem segített a helyzeten. El nem baszta, de legalább nem segített. Tehát, hogy hagyjál már a szeméttel, hogy low storage a szeméten. Hát ez hülye. Nincs a szemétben low storage. Tehát ez fogyatékos. Bazd meg, itt meg mindenki késik. Performing request. Tehát szerintem az a baj, hogy ez a performing request ez pontosan abból adódik, amit ugye most vettünk észre, hogy nem tudják a buszok időben kirakni a parasztot, és nem az én buszaim nem mennek ki, mert azok kimennek, hanem konkrétan azzal van a legnagyobb problémája, hogy ide állnak sorba ezek a nyűnyük. Miért ide áll sorba mindegyik? Tehát olyan fogyatékos az AI. Mondjuk ezek lehet, hogy az az oka, hogy ugye ma úgy indítottuk el a repteret, tehát úgy nyitottuk meg, hogy csak ez az egy entrance volt, és emiatt ugye nincs összhangban a dolog. Jó, rengeteget lehet így keresni, csak kicsit nehézkesebb. Meg az autószéf egy kicsit néha lekotlik. Hű, volt egy busz, amelyik megtalálta. Láttátok? Tehát felsírsz. Na, megtalálták. Nem volt egyszerű nekik, mert nem volt egyértelmű, hogy most akkor mi van. De lehet, hogy így már azért egyszerűbb lesz az élet. Még van itt némi... Ó, az meg... Itt nagyon sok késés van.
De most már 6 óra, most már leszarom, most már nem foglalkozunk vele. És már kíváncsi vagyok, hogy egyébként így most már behozzák-e. Szerintem az volt itt a gond, és lehet, hogy ez volt a gond régebben is, hogy nem az én buszaim nem mozogtak. Hopp, ide még jött volna valami gép, na mindegy. Hanem egészen egyszerűen az érkező utasokat nem tudták hova pakolni, és ezért akadt össze a rendszer. Így már azért érthetőnek tűnik a dolog. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy így, hogy megoldottuk a kérdést, hogy ezeket kiszolgálják-e valaha. De jönnek, csinálják. Akkor nem az volt a baj. Nem az én buszaimmal volt, vagy nem azzal van a baj. Kevés volt a bejárat. És kurva lassú a kiszállítás. Mindegyik eljött. Itt ezek, ahogy jönnek, mennek. Itt az, hogy nem hajlandóak használni a két fő bejáratot, az okoz némi problémát. Most már egy kicsit egyenletesebb így. Lehet, csinálunk bőle még egyet a másik oldalra is, és akkor lesz egy rakás fő bejárata. Nagyon randa lesz, mint a bűn, de ha működik, akkor működik. Úgyhogy egyelőre így marad. Ezt a sok szart egyesével kell bezárni? Ne idegesítsél már. Jó van, szerintem rájöttünk, hogy mi volt itt a hiba. Legközelebbre már ezt is tudni fogjuk, lehet kell még egy főbejárat. Jó, hát mondjuk ha azt veszük, hogy 800 ember próbálunk oda és vissza is átpréselni egy bejáraton, az lehet, hogy sok mindent megmagyaráz. Akárhogy is nézzük. Viszont szerintem ezzel a nappal így fél egykor, így szerintem jók is vagyunk. Az igazság, hogy nem is buktunk pénzt, tehát folyamatosan jövünk felfele, mint a talajvíz. Ezt az egészet majd még itt át kell egy kicsit szerkeszteni, de így, hogy megint rájöttünk valamire, amit eddig nem tudtam, vagy nem vettem észre, így azt kell, hogy mondjam, hogy jók vagyunk, vagy jobbak leszünk. Ja, hát mondjuk a 30.000-es penaltit, azt jól lenne ledolgozni. Az egy kicsit úgy hardcore, úgyhogy itt tolunk rá egy mentést, és megyünk ebédelni. Remélem, hogy mindenki más is megteheti. Na, ez most elindult. Ne induljál el nekem, az anyád. Így. Jó, na, sokat haladtunk, igazából már csak kettő szolgáltatót kell kiszolgálni. Vagyis hát értékesítő vállalatot, úgyhogy ez így most már jó lesz. Innentől már helyreáll a dolog, aztán majd szépen átszerkesztjük a másik oldalról is, aztán kibővítjük a pályákat, meg ilyenek így szép sorjában. Ez lesz a feladat, igazából egész jó volt. Na, holnapi nappal kapcsolatban azért nincsen kint menetrend továbbra sem, mert nem volt egyértelmű a dolog, hogy mikor, meg hogyan leszünk. Pénteken délelőtt biztos. Ja. Addig is kitartást kívánok mindenkinek a hétre, és további jó játékot, aki megteheti. Sziasztok!